habár még kicsit bizonytalanok a léptei. Jó egészségnek örvend a Nyíregyházi Állatpark legújabb aprósága. A tevecsikó különlegessége, hogy míg az anyaállat barna színű, a kis kanca az apja színét örökölve fehér bundájú. A jelenleg 5 napos állat ideje nagy részét anyja mellett tölti, de már ismerkedik a külvilággal és a csapat többi tagjával is. Mindenképpen érdemes a Nyíregyházi Állatpark kifutó előtt huzamosabb időt eltölteni, hiszen a szerencsésebb látogatók állatok születését is végignézhetik. Így történt ez a múlt héten is, hiszen a két pupú teve csapatban újra kopogtatott a gólya, hiszen egy 15 kg-os apróság látott napvilágot. A kis kanca nagyon jól van, jelenleg a csapat minden tagja figyelemmel kíséri a növekedését, de ő még inkább anyja közelségét élvezi leginkább. Anyatejjel táplálkozik még, de hamarosan elkezdi majd a állas takarmányok fogyasztását is. Az Ázsia sivatagos részein őshonos, nagyobb részt háziasított állat kiválóan alkalmazkodott élőhelye szélsőséges időjárási körülményeihez. Kitűnően viseli a forróságot és a fagyot, illetve a víz és táplálék hiányt. A sivatag hajója pupjaiban zsírt tartalékol, így akár 10 napot is kibír élelem és víz nélkül. A Nyíregyházi Állatpark kis tevecsikója aprócska pupjaival egyelőre jóval elmarad a felnőttek méretétől, de hamarosan, 2-3 hónap múlva ő is hegyke, kemény pupokkal büszkélkedhet majd.